Az európai parlamenti képviselők felkérték az EU külügyi főképviselőjét, hogy tegyen határozott lépéseket Törökország ciprusi vizeken történő fúrási tevékenységének megállítása érdekében. Nem csak a mediterrán vizeken vált feszülti a helyzet az elmúlt hetekben, hanem a görög-török határon is. De Törökországot azzal is vádolták, hogy folyamatosan beavatkozik a líbiai belső ügyekbe, megsérte az ENSZ embargóját és alása a helyzet politikai megoldására irányuló erőfeszítéseket. A brüsszeli politikusok szintén megvitatták, hogy milyen szerepe van az EU-nak az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása kapcsán Fehér Oroszországban. Az unió szomszédságában lévő országban üldözik a szólásszabadságot. A közelmúltban a rendőrség tüntetőket és újságírókat tartóztatott le. A következő EU-s költségvetésről és a koronavírus helyreállítási alapról folytatott tárgyalások előre haladtával sok képviselő sürgette a bizottságot, hogy erősítse meg az EU finanszírozása és a jogállamiság tiszteletben tartása közötti kapcsolatot. A napirend másik témája a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem lesz.